És ezek után a Keszthelyi András az ő sajtófőnöke, vagy hasonlója, megkérte a gyárfást, hogy többet én ne kérdezzem a miniszterelnöket. És azt mondta Jolikának, a műsor a szerkez, vagy szervezőnek, Jolika, ezt most már te intézed, én többet nem. És akkor fölhívta az első embert ezekből a három közül az elsőt, aki a a válaszmány elnöke volt, és egyúttal államtitkára a munkaügyi és a többi minisztériumban. És azt mondta neki, hogy hát tud nagy a torlódás, és hogy az kéne, hogy egy másik napot. Jó, jó, jó. Azt mondta, jó. De remélem, hogy a Tamás gyárfás tudja, hogy azok mögött, a pályázatok mögött, amit ő elnyer a munkahogyi minisztériumban, azok mögött én vagyok. Na tehát ilyen volt.